Nem tudom, hogy mennyire találtak rá arra a hírre egy-két nappal ezelőtt, amely arról szólt, hogy egy hírlevélből, tehát nem egy személyes e-mailből, hanem egy hírlevélből tudta meg 10 vezető megyei mentőtiszt azt, hogy az országos mentőszolgálat megbízott főigazgatója leváltotta őket. Varga László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta Györfi Pál a Hír TV-ben, a mentőszolgálat szóvivője, hogy itt szó sincs bármiféle hátsó szándékról, és nem tudom micsodáról, hanem egész egyszerűen ezeknek a vezetőknek a szerződése, a megbízatás határozott időre szólt, 5 évre, és ez most pont lejárt. Ennyi történt, és semmi több. Hát, hogy röviden válaszoljak, az iskolaigazgatóknál is mindig vannak pályázatok, és hány botrányt hallhattunk az elmúlt években ezekkel kapcsolatban. De itt pályázat sincs, tehát itt kinevezések vannak. Hát voltak pályázatok, pályáztak a régi vezetők is, voltak szakmai meghallgatások. Itt a mentőknél is voltak pályázatok? Természetesen, ezek az információk jutottak el hozzánk, és volt szakmai bírálata is ezeknek a pályázatoknak, és nagyon sok esetben a szakmailag legmegfelelőbbeket nem nevezték ki. Egyébként korábban 20-30 éven keresztül konzultáció volt helyi vezetőkkel is, tehát azt gondolom, hogy azért sok kérdőjelet felvet ez a történet mindenképpen. Van olyan megye, ahol olyan kinevezés történt, bár persze egyelőre egy e-mailt kaptak állítólag a frissen kinevezettek is, csak a leváltottak pedig semmit nem kaptak egyelőre hivatalos értesítést. Mind a mai napig van ez a hírlevél, és semmi több a birtokukban. Tehát ezt július 1-én Semmelweis napi ajándékképpen kapta 10 vezető megyei mentőtiszt. Ez szerintem egy elfogadhatatlan módszer, de nagyon sok más olyan probléma is felmerült ennek kapcsán. Segélykiáltásként eljutott ez hozzánk, ami azért azt gondolom, hogy botrányszagú. Ez nem eljárás, én azt gondolom. A helyi vezetőkkel konzultálni kellett volna. Mondom, 30 éven keresztül az állomány véleményét ebben alapvetően figyelembe vették, és a főigazgatói döntés így született meg. Ez azért azt gondolom nagyon visszás. Amikor azt mondja, hogy nem a szakmailag legmegfelelőbb emberek kerültek oda, azt például kiállítja, tehát kimondja meg, ami alapján ön ezt a kijelentést megfogalmazhatja, hogy na hát ő szakmailag a legmegfelelőbb, ő meg nem annyira megfelelő. Tehát ki az, aki ezt jogosult megállapítani, vagy hát hitelesen meg tudja állapítani? Nyilvánvalóan nem azt állítom, hogy az újak közül senki nem megfelelő szakmailag. De azért olyan történések vannak, például a Heves megyei példát mondjak önnek, ott 21 éves vezetői tapasztalattal rendelkező szemét váltottak le, és helyette olyan szemét terveznek kinevezni, aki nincs állományban, tehát nincs az OMS állományában az információink szerint. Ápoló egyébként egy kórházban egy nagyon tisztességes és méltányolható dolog, csak azt gondolom, hogy a mentés ügye az mindannyiunk ügye kell, hogy legyen. Tehát azért az, hogy milyen állapotban az OMS, milyen szakmai döntések születnek egy-egy vezetői kinevezés esetében, mondjuk a pályázaton elnyert összegeket milyen módon használják föl, és az segíti a mentés idejének a javulását, vagy a szakmai feltételek javulását, ez igenis mindannyiunk ügye. Én azt gondolom, nem az első botrányos kinevezési história egyébként az elmúlt 6 évben. Nagyon sok ilyen típusú ügyet hallhattunk rengeteg állami intézménynél, minisztériumi háttérintézményekben, az élet minden területén, nagyon sokféle elég visszás ügyet, de azért a mentés az egy olyan ügy, amikor emberéletek forognak kockán, hogy ott bizony nem kéne ilyen típusú visszás döntéseket hozni. Azt is nyilatkozta a Györfi Pál a Hír TV-ben, hogy új szemlélet van most az új vezetővel együtt, vagy alakítanak ki, és ez arról szól, hogy olyan embereket válasszunk a megyei vezető mentőtiszti pozícióba, akik kétfelé is jól tudnak teljesíteni. Egyrészt persze a legfontosabb cél az, hogy a betegellátás a lehető leghamarabb és legmagasabb színvonalú legyen, de ez csak akkor működhet, ha a mentő dolgozók, akik ebben a szervezetben dolgoznak, jól érzik magukat, megbecsüljük a munkájukat, ehhez pedig menedzsment szemléletre van szükség, tehát egy kicsit más vezetői attitűdöt, alkatot keresünk most, mint eddig. Tehát, hogy itt menedzserek lesznek. Értem én ezt, én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs anyag, ezt teljesen értem ezt a helyzetet, de azért számtalan olyan jó menedzsere alkatú vezetőmentőtisztet is elbocsátottak, például Borsod megyében, akik igenis számtalan rendezvényt, közösségi programot is szerveztek, amelyet, hogy áldozatkészen végezték a munkájukat, ami erősítette az állományt, én ezt látom és ezt hallom meg ebben a dologban. Azt meg, hogy menedzser szemlélet vagy új kihívások, hát ne haragudjon, én azt tudom mondani, hogy aki állományban sincs,
azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy rögtön vezető mentőtisztként azért nagyon menedzser szemlélettel fogja végezni. Hát lehet, hogy a szemlélete nagyon menedzser. Viszont hogyha igaz mindaz, amit ön mondott, vagy sejtetett a pártja nevében, hogy itt úgy történtek kinevezések, hogy nem a legalkalmasabb embereket vették fel, aki viszont nagyon régi és alkalmas vezető volt, azokat egyik pillanatról a másikra elbocsátották, akkor mondja meg, mi áll a háttérben? Miért? Igazából nem tudom, és azt remélem, hogy ez egy rémálom ilyen szempontból, és a helyzet meg fog oldódni. A helyzet azért az emmi kezében van, a helyzet kulcsa. Balogh Zoltán azt gondolom ezt a helyzetet meg tudná oldani. Egyébként nyilván a főigazgató kinevezésében. De lehet, hogy az újak is nagyon jók lesznek. Természetesen vannak köztük jó szakemberek, én ezt nem vitatom, csak azt mondom, hogy nem csak ezen a téren, hanem például mondjuk Európai Uniós pályázati források felhasználása tekintetében is hallunk olyan ügyekről, amik hát bizony visszásak, mint egy 11,5 milliárdos EU-s támogatásból pályázatokat adott be végül is, tehát az OMS, amely elsősorban a mentési idő rövidítéséről szólt, illetve arról, hogy ezt a 15 percet, ezt minél magasabb százalékában a mentéseknek tudják tartani. És sikerült? Hát ez az idő, ez a százalékos szám a 15 percnél, ez nagyjából 75% volt. A pályázat után azt remélték itt nyilván részint az autók fejlesztésével, részint a mentés irányítási rendszer fejlesztése után, hogy hát ezt egy 90% közelébe lehet feltornászni. Ez az idő, tehát ez a százalék pontosabban, ez csökkent 65% környékre egyes területen az országnak. Nem sikerült, pontosan az látszik, hogy ezek a folyamatok, ezek a pályázatok nincsenek úgy összehangolva, hogy előre lehessen lépni ezekben az ügyekben. Azt mondja, és azt javasolja az MSZP, hogy a költségvetési jelentő szolgáltnak 37-es milliárd forint legyen, mert abból mi változna? De gondolom, hogy ez a 37 milliárd forintos költségvetés, az nincs kapcsolatban a vezetői kinevezésekkel, amiből kiindult ez az egész témája, az MSZP által felkarolt téma, mert hogy attól nem lesznek se a régik jobbak, se az újak jobbak, hogy mennyi a költségvetés. A javaslat konkrét, de szimbolikus is, 37 milliárdot szán egyébként a MOB-ra a költségvetés, és 32-t a mentésre. Azt mondtuk a mai sajtótájékoztatón Szakács Lászlóval, aki egyébként többször foglalkozott a költségvetés kapcsán az OMS-szel, hogy hát legalább annyi. És azt gondolom, hogy ez a plusz 5 milliárd forint ez alkalmas lenne arra, hogy nyilván egy bérfejlesztésre lehetőséget nyújtson az OMS-nél, mert hát ahogy mondani szokták, és halljuk egyre másra, hogy hóvégén sokszor már egymásnak adnak kölcsön az állomány tagjai, ez méltatlan azért a mentésben résztvevőkkel kapcsolatban, méltatlanul alacsony az ő fizetésük. Hát akkor a mentésben résztvevők fizetését kellene, nem okvetlenül a mentőszolgált költségvetését. Megfejlesztésekre is kellene fordítani természetesen, és össze kéne hangolni ezeket a korábbi lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy nem megnyugtató az, hogyha Nyugat-Európában 7-8 perces kiérkezések vannak 90%-ban, akkor Magyarországon bizony gondok vannak egyes esetekben a kiérkezéssel. Én nem hangulatot szeretnék ebbe kelteni, csak arra szeretném felhívni politikusként a figyelmet, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb ügye, ezt meg kell finanszírozni, a megfelelő helyekre megfelelő szakembereket kell tenni, és bizony nagyon sokat kell tenni azért, hogy csökkenjen a mentési idő. Lehet, hogy csak egy-egy adott állampolgár egyszer-kétszer találkozik ezzel az életében, de bizony akkor nagyon sokat számít minden perc. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.